édes nemes paprika, friss robogós kábiar, jöjjön és vegye már, aranyom jöjjön, vegye már. Ez csak egy kis szelete annak, mi minden lesz megvásárolható Máté Szaka új kispiacán. Ami csak nevében kispiac, hiszen igen jelentős méretekkel rendelkezik a felújítást és bővítést követően. Az épület 1262 négyzetméteres, 10 méteres a belmagassága, 48 méter hosszú és 42 méter széles. Az átfogó korszerűsítést több mint 800 millió forintos uniós és hazai pályázati támogatásból végezték el. Ez a közösségi tér nagyon hiányzott nekünk. Ezelőtt 6-7 évvel befejeztük a Máté Szaka nagy piac rekonstrukcióját, és nem értettem, hogy az emberek miért nem örülnek igazán is. Aztán megértettem, a nagy piac az mindenki, az egész térségé 30-40 kilométerről járnak oda, és teljesen más az arculata, mint a kis piacnak, aminek most már új nevet kell találni, hiszen egy 1262 négyzetméteres, 10 méter magas épületet nem biztos, hogy ez a legjobb név, hogy kispiac, de szerintem a szalkaiak ezt megoldják. Kovács Sándor a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen arról beszélt, sokan sokféleképpen szerették volna megbuktatni a projektet. Az összefogásnak köszönhetően azonban újabb színvonalas közösségi térrel gazdagodott Máté Szalka. Az apró pénzre váltásban azoknak az embereknek van a legnagyobb szerepük, amellett, hogy a döntést polgármester úrtól nem tudom elvitatni, és nem is akarom elvitatni, akik végrehajtották, akik a minisztériumban jártak, akik a hosszabbítását is elrendezték, akik már egy év lezárás után veszekedtek a tulajdonosokkal, mert miniszter úr el tudja képzelni, hogy európai forrás nem lehet magántulajdon fölött felhasználni. Ezt is megoldottuk, hogy gyakorlatilag beburkolja ezt a teljes teret, ez az épület. A helyi termelők piacra jutásának segítése, a rövid ellátási lánc erősítése és az ehhez szükséges feltételek javítása már több éve kiemelt feladat a régióban. A Vármegyében több mint 100 piac újult meg, vagy épült az elmúlt években, tehát ilyen és ehhez hasonló közösségi terek számos településen találhatóak, jelentős részük még most történik az átadása, most fogja megnyitni a kapuit, de egy olyan mértékű fejlődés történt ezen a területen is a Vármegyében, ami azt gondolom, hogy példaértékű. A megújult kispiacot Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter jelenlétében adták át. A tárca vezető hangsúlyozta, Máté Szalka és térségének fejlődése annak köszönhető, hogy a tenni akaró emberek erős közösségépítő gyakorlatot alakítottak ki. Azt, hogy polgármester úr és képviselő úr sikeres tudott lenni ebben a közösségépítési gyakorlatban, az többek között annak köszönhető, hogy az itt lévő vállalkozók is megértették, hogyha nem csupán a saját magánérdeküket követik, ha nem csupán a saját magánérdekük értelmezési keretében nézik a világot, hanem hajlandók azon túl lépni, túl tekinteni, akkor megtalálnak egy valami sokkal nemesebb dolgot, a közérdeket, amiben mindenki sokkal jobban jár, mint külön-külön az egyének egyenként. És azért is tartom ezt fontosnak, mert önök azt is tapasztalták, hogy milyen nehéz Európai Uniós projekteket kezelni és véghez vinni, mennyire bonyolult a struktúra, tehát azt is láthatják, hogy mindez Európában milyen nehéz, amikor mindenki a magánérdekét követve, de a magánérdeken túl gondolkozva egy közös érdek jegyében cselekszik és azt építi fel. A csarnok felújítása mellett a beruházás útfejlesztést, térkövezést és parkolóhelyek kialakítását is magában foglalta Máté Szalkán.